Idén is megrendezésre kerül a Kart Arena amatőr gokart bajnokság, melynek második futamára látogattunk el, és néztük meg, mit tudnak a pilóták. 2006-ban volt az első, még a Tesco parkolóban kezdtem. Ugye én korábban már 34 éves koromban versenyeztem az országos bajnokságban, és az ötlet ez innen is indult, hogy bérgokartozással foglalkozzak. Igazándiból ugye Pécs, ez a Tesco parkoló volt az első helyszín, aztán utána a régi A-autónak a telephelyén voltam a következő helyszínen, aztán próbáltunk egy fedett csarnokot létrehozni, ez 3 évig működött, utána pedig ide jöttünk a Kart Arénára, ez idén fogjuk ünnepelni a 7. születésnapunkat. Ugye semmiből épült, ez egy gyönyörű szép pálya, 503 méter hosszú nyomvonallal, változtatható nyomvonallal, és ugye ezekkel tudunk szolgálni a vendégeknek. Az autósportban nagyon fontos a súly. Nem véletlen, hogy a tudás mellett ez a másik, ami alapján beosztásra kerülnek a versenyzők. Próbáltam egyszer először is, hogy az amatőröknek is egy lehetőséget biztosítani arra, hogy a gokart sportba, a gokart versenyből bepillantást szerezzenek. Létrehoztam egy olyat, hogy súlycsoportoknak legyen megfelelően, és a kicsiktől egészen a felnőtt korosztályig legyen lehetőségük versenyezni. Ezért egy 10 kilós súlykülönbséggel csináltunk 8 csoportot, ebben vannak külön felnőtt kezdők és fiatalkorú kezdők, mert hát hiszen valahol egyszer el kell kezdeni, és vannak olyan időskorúak is, akik még csak most kóstolnak bele ebbe a sportba. Ugye itt nem az egymás ellen, mint a Forma 1-ben, nem egymás elleni küzdelem van, hiszen akkor következő nap már nem lenne gokartunk. Itt az idő ellen megy mindenki, legjobb időket próbáljuk teljesíteni. Viszont ugye most már a hosszú idők folyamán kiderült az is, hogy ugye egy körön sokan tudnak nagyon jó időt menni. Viszont nekem arra kell törekedni, hogy itt minél konstansabb köröket tudjanak, mert az fogja megadni a tudást. És most már úgy vagyunk, hogy a főfutamokban a 3 leggyorsabb körnek az átlagát fogjuk venni, és az alapján döntünk, hogy ki hol helyezkedik el a rangsorba. Akár csak a Forma 1-ben itt is futamok vannak, melynek összesítése alapján évvégére kiderül, hogy melyik kategóriában ki volt a legjobb. Ugye 8 versenyfutam van az év folyamán, a 8 hónapban, ez márciustól kezdődik egészen októberig. Annyi teszünk mi most egy kicsi pluszt, hogy évvégén minden kategória három helyezettje egy ilyen Race of Champion bajnokságba fog részt venni egyenes kiesésben. Nyilván ugye van egy díjátadó évvégén, amikor minden kategória megkapja az értékrendjének megfelelő díjat, és utána a bajnokok bajnokát is avatjuk külön. A fiúk nagy része fiatalkorában először tévén keresztül lát autóversenyt, és van, akinek a rajongásnál több nem is jut az életben. Minden kisgyerek így kezdi az egész karriert az autókkal. Ugyanígy kezdtem én is apával minden vasárnap délután a kanapén nézve a Forma 1-et. Majd belültem egy nagyobb gépbe, és kiderült, hogy egész gyors vagyok a többiekhez képest. Aztán volt egy lehetőség, hogy beleüljek egy ilyenbe is. Egész jól produkáltam, és úgy döntöttük, hogy veszünk magunknak egyet, kipróbáljuk, hogy tudok versenyezni. Lehet látni az elején, aki gyorsabb a többieknél, az általában egy ilyen gépbe végzi, és ezzel a géppel látszódik a köridőn. Nagyon sok eszköz van nekünk, mint például ez a kis gép itt, ami szinte mindent mér, hogy veszem be a kanyarokat, hol veszem be a kanyarokat, pontosabban fordulatszám és telemetriának hívjuk ezt a gépet. Ezekről az adatokról meg lehet nézni, hogy ki hogyan versenyzik és hogy hogyan ment végig a pályán. Akár csak a többi sportágat, úgy az autóversenyzést sem lehet elég korán kezdeni, de jó ellenpélda erre Mihály Norbert. Tavaly a GTC senior kategóriába indultam, a senior kategóriát megnyertem magas pontszámmal. Idén pedig az MNAS kupába szeretnénk, vagy hát indulunk is. Május 18-án lesz a versenyem, és mindent bele fogok adni, minél jobb eredmény legyen. Szerintem nekem egyelőre ez a maximum, amit én el tudok érni, bár ki tudja, lehet, hogy még van más is, de szeretnék külföldre menni egyszer-kétszer. Az lenne a legfontosabb cél. A legnagyobb álom az a Forma 1, mint ahogy mindenkinek, aki ilyen gépekkel megy, de ennyi idősen, és ahogy én kezdtem, az nem biztos, hogy lehetséges, de ki tudja, bármi lehet. Ha választhatnék, a GT autók, azok nagyon tetszenek nekem, egy olyanba beleülnék egyszer. Szerintem az nagyon jó lenne. A gokartoknál az egyik legfontosabb szempont a könnyű kezelhetőség, szerelhetőség, és az, hogy jól tapadjon a gép a pályán.
ez a legfontosabb gomb az egész gépen, ezzel indul, ezzel össze le kell nyomnom, majd tartani, beindul a gép, úgy tudok kimenni teljesen. Az a motor, az a második legfontosabb rész, anélkül nem menne, vízhűtéses motor természetesen, és két ütemű, sokszor kell javítani, egy szezon után érdemes javítani, különben tönkre mehet könnyen. Ez a fékrendszer eléggé könnyen van megcsinálva, két fékbetét van itt, két oldalt és egy féktárcsa, nem olyan bonyolult, könnyű cserélni, mint ahogy ma is cseréltünk. Ez itt a kipufogó, igazából három rugót tartja össze, könnyen le lehet cserélni, ez a gokártnak a feladata, hogy mindent nagyon egyszerűen lehet lecserélni. Itt van a lánc, amit minden verseny előtt után le kell fújni, hogy ne menjen tönkre. Ennek a gépnek 120 km/h végsebessége, de nagyon pályától függ, időtől függ, szél, szembeszél, hogy van. Egy nyaralás a Balatonparton sok mindent meg tud változtatni. Például új hobbit is találhat magának az ember. Én életemben először 2022-ben nyáron kerültem gokartpályára. Legjobb barátaimmal gondoltunk helyet, hogy menjünk-e gokartozni, és ez helyileg Balatonon volt, és nagyon ott szerettem bele igazán a sportba, úgyhogy az fogott meg nagyon. Az külön szerencse, hogy Pécset is van lehetőség gokartozásra, így meg lehet próbálni itt is. Ráadásul a pályán olyanok dolgoznak, akik segítenek mindenben az ide érkezőknek. Egy nagyon kedves barátom most már, itt dolgozó Tomi, mondta azt, hogy tök jó időket megyek, és hogy próbáljam meg a versenyzést. Ez nekem nagyon, nagyon jól esett, és akkor úgy kezdődött el nekem az, hogy akkor versenyszinten is próbáljam meg, hogy mit tudok. Az autóversenyzés nem csak abból áll, hogy nyomjuk a gázt és néha a féket. Ide is komoly felkészülés kell, akár fizikálisan is. Én nem készültem még fizikálisan az első versenyemre, próbáltam a pályát elemezni minél többet, Pétertől kértem segítséget, és ő mindig segített nekem. És hálás vagyok neki nagyon, mert ő segített sokat, és így tudtam olyan eredményeket elérni, amelyeket az első verseny még nem volt a legjobb, de utána már azért kezdtem megszokni. Indulok itt Pécsen, a Kártrén Amatőr Gokart Bajnokságban. Minden hónapban verseny, és ide lehet jelentkezni, tehát ez nem meghívásos. Ezen kívül indulok még Kecskeméten, az Országos Kupában, az már versenygokart. Ide szintén bárki tud regisztrálni, és annyiban különbözik, hogy ide kell sportorvosi, meg azért oda erősebb felkészültség. Ugyan az autóversenyzés csúcsa a Forma 1, de vannak más izgalmas szakágak, ahova jó alap lehet a gokart. Hát egyelőre szeretnék minél többet elérni a gokart sportban. Hogyha minden terv szerint megy, akkor szeretnék szerezni itt is bajnoki címeket az országos bajnokságban és kupában. Nekem a pályaautózás nagyon-nagyon tetszik, mindenképpen, hogyha lesz rá lehetőség, akkor azon a vonalon szeretnék tovább menni. Úgy persze nem nehéz az autósportban kikötni, ha van családi kötődés. Még akkor sem, ha az aggóda anyuka elsőre nem is örül ennek. Nálunk eleve a családban az autósport vér folyik. Apukám navigátor, 20 éves kora óta, és én is jártam vele rally versenyekre, és világéletem meg akartozni szerettem volna, édesanyám elmondása szerint, és mindig mondogattam a szüleimnek, hogy menjünk el gokartozni. Ők nem nagyon támogatták, hiszen ők is látták, hogy azért az autósport veszélyes. És akkor egyszer csak így fogtam magam, és beneveztem egy versenyre, és így kezdődött ez a gokartos karrier. Szerencsére anyukám nem volt ott a versenyen, úgyhogy azt megúsztam, ezt az anyukás félelmet, de nagyon rossz volt az első verseny. 21. lettem a 25-ből, elfáradtam, nem sikerült minden, de az volt bennem, mint amit mondtam az előbb is, hogy mindenkinek ez van az elején, és ez az érzés, hogy mindig ott kell lenni, megjelenni, gyakorolni, és így. Hát nem azt mondom, hogy könnyű, hanem ez az érzés ez, hogy mindenkinek ez, és hogy csak bele kell fektetni az időt, az energiát, és akkor így egyre könnyebb lesz, és jönnek majd az eredmények magától. Természetesen vannak őstehetségek, akik szinte elsőre össze tudnak rakni egy jó kört, vagy esetleg a szimulátorozás segített nekik ebben. De aki nem így kezdi, ott a fokozatosság a legfőbb szempont. Szerintem anélkül nem is lehet igazság szerint eredményeket szerezni, hiszen folyamatosan arról szól az egész, hogy először beleülsz, megnézed magát a gépet, hogy fitte, elkezdesz körözni, egyre jobb itt köridők jönnek, szépen lassan felépíteni, és amikor megvan az a pont, hogy már kényelmesen érzed magad, gyors is vagy, akkor kell még azt a maradék 5%-ot elérni, és az
az a legjobb érzés, amikor az 5% megvan. De ez mind az, hogy az előző ilyen bukásokra, meg az előző sikertelenségre kell folyamatosan építeni. Én mostanában sajnos nagyon keveset járok, de ahhoz, hogy ezt az 5%-ot megtalált, szerintem így heti 5 alkalom az így a megfelelő. A Dani is heti 5-ször jár, és lehet, hogy nekem is heti 5-ször kéne jönnöm. De így heti számban az a 5-4, igazából ahogy az idő engedi. Ugyan a sebesség és a testre ható erők nem olyanok, mint a Forma 1-ben, nem árt, ha az ember felkészül fizikailag is erre a sportágra. A kormányt, ahogy ugye fogjuk, annak van egy terhelése, amikor kanyarodunk, akkor ugye hirtelen fékezések, illetve ugye hirtelen irányváltások azok, amik erősen hatnak. Gyakorlatilag na, minden nap itt vagyunk a pályán, amikor tehetjük, hogyha nem vagyunk itt kint, akkor pedig ugye konditerembe vagy bárhol máshol edzünk, mert hatalmas egy fizikai igénybevételnek vagyunk kitéve. A gokártozás talán nem tartozik a legnehezebben megtanulható motorsportok közé, de az alapokat itt lehet a legjobban elsajátítani. Általában olyan 8 perceket szoktunk menni, általában 3 darabot, és köztem mondjuk ilyen 10 perceket pihenünk. Ugye utána kimaradunk a pályá, hogyha akarunk, akkor még tudunk többet, de ez abszolút tőlünk függ, önszorgalomból jövünk. A motorsportban a legjobb időt akkor lehet elérni, ha az ember folyamatosan a határon autózik, és a legjobban kihasználja a pályát. Legelőször tegnap is pont egy új pályán voltunk, az első, amit meg kell nézni, hogy milyen kanyarok vannak benne, általában neten már utána nézünk, és akkor utána jön az, hogy ott a terepen megnézzük kisebb kanyarokkal, kisebb tempóval, és egyre jobban begyorsulunk, ameddig csak tudunk. Nekem az első futamom nagyjából egy hónapja volt itt ezen a pályán, mert még új volt nekem, brutálisan sokat kellett gyakorolni ahhoz, hogy közel tudjak lenni a falhoz, és mégis jó tempót tudjak menni. Ugye itt addig kell kihúzni, ameddig el nem kezd csúszni az autónak az eleje, vagy pedig a hátulja, és akkor ugye utána ott van az a pont, ahol meg kell fogni. Péter ugyan későn kezdte a versenyzést, mégis eljutott a bajnoki címig. Manapság azonban már csak amatőr szinten versenyez, inkább a fiatalokat igyekszik segíteni. Az én koromból eredendően ugye én már arra törekszek, hogy az utókort tudjam egy kicsit helyzetbe hozni, ezért ugye lehetőséget tudunk biztosítani azért, hogy hát ugye a fiatalok tovább tudjanak lépni a Magyar Gokart bajnokságba, és innen akár el tudjanak jutni magasabb kategóriákba. Ha nem titok, vagy nem probléma, megemlítem ugye a Hideg Ádámot, ugye nálunk kezdte még a csarnokba a bérgokarttal, a kis gyerekgéppel gokartot, és ő most a Forma 4-be versenyez. A futamok között van teljesen kezdő csoport is, és mivel nem az előzgetésről szól a bajnokság, így könnyebb megszokni a gépeket. A versenyre én próbálom mindig ugye azokból a vendégekből, akik hozzánk járnak, és látjuk, hogy olyan a teljesítményük, ugye a hétköznapi vendégekből felajánljuk nekik a lehetőséget, hogyha gondolják, jöjjenek, illetve hát nyilván ugye akik maguktól találnak rá erre a sportra. Mi minden olyan segítséget megadunk nekik, hogy minél hamarabb följebb tudjanak lépni magasabb csoportban, nem súlyban, hanem tudásban, és akár nem mondom, hogy a magyar bajnokságig, ha el tudnak menni. Erre mi mindent megadunk. Fönt a weblapunkat azt is lehet nézni, ott lehet online foglalni, és lehet jönni hétköznap. Mi egyetlen egy hétfői napon vagyunk zárva, a többi napon pedig teljes mértékben ugye itt vagyunk a vendégeknek, rendelkezésére állunk. Hát ugye itt a gokartban pontosan azt szeretném mindenkinek elmondani, hogy aki ide eljön, mi egy olyan lehetőséget adunk nekik, ahol nem az országúton, hanem itt kiélhetik azt a kis vágyukat, amikor versenyezhetnek, sportolhatnak, és ugye azt a száguldás érzést megkapják, amit az országúton nem kaphatnak meg, viszont ez egy olyan biztonságot fog nekik adni az országúton, ami én úgy gondolom, hogy mindenkinek vágya és lehetősége, hogy egyszer ezt elérhesse. Ha valaki tesztelni akarja képességeit, de nincs olyan autója, amivel pályanapra mehetne, ez jó lehetőség neki. Egy gokárttal ellenőrzött körülmények között zárt pályán próbálhatja ki tudását. Első alkalommal került megrendezésre a PTE biliárdkupa a Fordan biliárdszalomban, ahová a hallgatók mellett az intézmény munkatársait is várták a szervezők. Rendszeresen járunk ide, évente legalább kétszer, szemeszterenként egyszer a kocsmasportok éjszakájára, és szerintem ennek a híre már elment, mert megmondom őszintén, hogy a PTE-t most már lassan felbérelik, hogy cégek, csapatok, egységek szervezzenek meg egy kocsmasportokat. Nyilvánvalóan ez nem fér bele annyira a mi profilunkban, meg hát nem is nagyon merjük ezeket bevállalni még,
de a hely nyilvánvalóan örül annak, hogy mi ezt itt megcsináljuk, mármint a kocsmasportot, és innét kerestek meg minket a biliárd csapat vezetői, egy kis mentorhölgy, aki megkeresett minket a sportirodán egy fiatalemberrel, hogy gondoltak arra, hogy lehetne esetleg itt egy biliárdversenyt, csak kimondottan biliárdversenyt rendezni az egyetemistáknak. Nyilván ez mindenkinek jó nekünk, hogy van egy felületünk, ahol tudunk játszatni hallgatókat, PTA dolgozókat, és nyilván a biliárdosoknak is, mert esetleg a srácok megkedvelik, vagy rájönnek arra, megtalálják a helyet, mert azért nem mindenki tudja, hogy létezik egyébként Pécset biliárd, sőt, versenyszerűen profik is vannak, akik versenyeken vesznek részt, és hát nyilván azért a helynek is ez hoz egy kis bevételt talán, illetve hát ugyanaz, hogy akkor visszajönnek ide barátokkal, lehet étkezni, lehet együtt lenni, bulik előtt itt el lehet kezdeni a sportolással az éjszakát, ha úgy tetszik, úgyhogy valahogy találkozott a mi szándékunk is, a hely szellemének is az ötlete, gondolata, és így végül is összeboronáltuk. És mivel az elmúlt hetekben volt egy nagy sikerű, talán második vagy harmadik sakkupánk az egyetemen, és 40 embert tudtunk fogadni, és 40 még a várólistán volt, ezért találtuk ki azt, mivel itt játszunk kocsmasportokon is sakkot, hogy azt a 40 embert, aki várólistán volt, azt elhozzuk ide a biliárdosok mellé, és akkor gyakorlatilag mindenkinek meg lesz az éves a szemeszteri időszakra a versenye. Mivel első alkalommal volt meghirdetve a bajnokság, nem lehetett előre tudni, hogy vajon sikerül-e megtölteni az asztalokat játékosokkal. Az az igazság, hogy a biliárdon is meghatározták a szervezők, tehát akik a szakmai részét bonyolítják, mert azért ehhez kell egy komoly háttér, hogy azért a 40 fölé nem nagyon menjünk, mert az még úgy kezelhető az est folyamán. Úgyhogy mind a két helyünk telített le. Azt tudom, hogy talán biliárdban egy-két ember még volt, akit a 40 fölé be tudtunk tenni majdnap során, úgyhogy 42 biliárdosunk jelentkezett, és abban meg vagyunk 40-en, 20 sakkészletünk van már. Az egyik kollégám ma megkérdezte tőlünk, mert egy másik szobába csinálja a dolgait, hogy nekünk van hús sakkészletünk, és akkor mondtam, hogy igen, már múlt hétre meg kellett venni, mert volt már egy komoly sakversenyünk. A versenyre a szervezők nem csak a PTN tanuló diákokat várták, hanem azokat az egyetemi polgárokat is, akik kedvet éreztek egy jó kis biliárdos programra. Azért vagyok itt, mert én régebben nagyon sokat jártam biliárdozni, és nagyon szerettem. Igaz, hogy 20 éve nem fogtam dákolt a kezembe, de ez most egy jó megmérettetés lesz. A feleségem szintén egyetemi dolgozó, én is az vagyok, és ő szokta böngészni ezeket az oldalakat, és ott szúrta ki, hogy most van ez a verseny. Az a tervem, hogy újra megszokjam az ütőt a kezembe, mert tényleg legalább 20 éve nem játszottam. Semmilyen cél, más cél nem vezérelt, a játékért jöttem, a játék öröméért. Azt mondják, a kerékpározást nem lehet elfelejteni. De azért a biliárd nem teljesen ilyen sportág. Itt rendkívül fontos a sok gyakorlás. Most játszottam egy próbameccset, hát borzasztó gyenge vagyok. Nagyon el lehet felejteni, érezni kell ezt. Az érzés kimegy az ember kezébe. Én golfozom versenyszerűen, egész más, de azt is, hogyha egy hónapig nem csinálom, már érzem, hogy rosszat ütök. Hát itt meg azért a 20 év, az 20 év. Néztem a lapot az indulók között, láttam, vannak profik. Azt se tudtam, hogy ilyen kesztyű létezik ehhez, hogy ilyeneket húznak. Tehát majd meglátom, hogy milyen lesz a sorsolás. A kedvemet nem fogják tudni elvenni a profik se. Sőt, örülök, ha összejövök valaki, és tudok tanulni. De további terveim nincsenek ezzel. Időm sem nagyon van rá, az igazság. Házigazdaként a legfőbb feladata az volt az egyesület vezetőjének, hogy zökkenőmentesen menjen minden, és lehetőleg sok lehetőséget kapjanak a gyengébb játékosok is. Megkérdeztek róla, hogy mennyi a maximum létszám, amit javasolnánk így, és ez olyan, hát egy ilyen rapid esti versenyre ez olyan 40 fő körül még megrendezhető amatőröknek, de lehet, hogy majd csak a verseny végén derül ki, hogy ez milyen gyorsan tud menni. Alapvetően a versenyszabályokat vesszük alapul, nem a kocsmait, és ennek azon egyszerű oka van, hogy a kocsmai szabályok bonyolultabbak, és kevésbé igazságosak. Úgyhogy mi azt szeretnénk, hogy egy kicsit azért igazságos eredmények szülessenek, mind a mellett, hogy jól érzik magukat a versenyzők. Hát a legfőbb különbség, aki hiba után nem kétszer jön az ellenfél, hanem odarakja, ahova csak
szeretni, kézből helyezheti a golyót, illetve a fekete golyót nem az átlós lyukba kell elrakni, hanem oda, ahova bemondja a játékosa és ahova szeretné. A csoportmérkőzések, különösen ahol 4 játékos volt, lehetőséget adtak arra, hogy azok, akik gyengébb játékerőt képviseljenek, és játszhassanak minimum 2 mérkőzést. Úgy szeretnénk megcsinálni, hogy azért mindenki tudjon kellő mérkőzést játszani. Ez miatt csoportmérkőzések lesznek, mindenki játszik mindenkivel, és a legjobbak jutnak tovább, majd egy egyenes kieséses rendszerbe, ahol már csak a győztesek maradnak talpon. A csoportmérkőzéseknél egy nyertek lesznek, a idő rövidítsége és a játékosok szintje miatt. Utána egyenes kiesése, meglátjuk, hogy állunk időbe, és még egy kicsit képlékeny, úgyhogy ha lesz idő, akkor ott már 2 nyerteket játszanak, ami szintén igazságosabbá teszi a versenyt egy kicsit. A versenyen indulók között voltak ismerős arcok a szervező számára, de a mezőny nagy részének játékerejéről nem volt tudomása. Teljesen rejtély számomra is, mert azt láttam, hogy a mezőnynek egy jelentős része külföldi, tehát külföldi diákok, tehát ők mindenképpen sötét lovak számunkra, hiszen nem tudjuk, hogy milyen játéktudással rendelkeznek. Én arra számítok, hogy nagyon jó hangulatban zajlik a verseny, mindenki jól érzi magát, és többen kedvet kapnak majd a későbbi játékhoz is, vagy hát, hogy visszatérnek hozzánk akár az egyesület színeibe játszani, akár edzéseket venni, hogy fejlődjenek, és ezt a hobbit válasszák hosszú távon is. Volt már ilyen, hogy amatőr versenyt szerveztünk, és még a játékos sem tudta, hogy ő tulajdonképpen milyen tehetséget hordoz, és megnyerte a versenyt. Hozzáteszem, most is itt van egyébként, abban bízva, hogy a tanulmányai befejezése után akár versenyzői karrierbe is kezdjen, mert neki érdemes. Az egyetemen igyekeznek bevonni a lehető legtöbb polgárt a szabadidős és sportprogramokba. Különösen azokat, akik érdeklődnek az adott esemény iránt. Igazából ezt online kaptam e-mailt a suliban, tehát ez valószínűleg az e-mailben körbe lett küldve minden egyetemistának, mert végzős hallgató vagyok itt Pécsen, úgyhogy igazából szerintem egy kör-e-mail volt Neptunon keresztül, úgyhogy igazából így láttam ezt. Én Petre Gábort azért már ismerem, tehát egy párszor találkoztunk már, úgyhogy voltam már ilyen rendezvényen, nem így PT-t, de ilyen sulis körön belül, hanem az ő által a szervezett versenyen. Rendkívül jó, magas színvonalú versenyek szoktak lenni, nagyon-nagyon jól össze rázta a bandát, úgy érzem, hogy ezért is jöttem, hogy ezt nem szeretem kihagyni, tehát nem tudom, milyen lesz a mezőn, de tényleg jó lesz szerintem, jó verseny lesz, hogy olyan lesz a színvonal, mint az eddigiek voltak. Bence nem ma kezdte az ismerkedést a sportággal, de eddig még csak a maga szórakozására üzte azt. Nem foglalkozott azzal, hogy komolyabban is játszon. Igazából hobbi, tehát saját magamat szórakoztatom azzal, hogy összehúzom, csomargatom a fehér golyót. Nagyszüleimnél van egy kis asztal, egy biliárdasztal, az kb. 50 éves, ott kezdtem el játszani, még felsértem az asztalt, és igazából ez megmaradt, ez a fajta hobbi. Tehát ez az egyetlen olyan sport, amit úgy csinálok, vagy igazából úgy vagyok vele még a mai napig, hogy nem, tehát igazából nem versenyszerűen, tehát nem járok edzésre sehova, csak úgy magam szórakozási 2 vizsga között, úgyhogy igazából ez így néz ki. Semmit nem tudok úgy lazán venni, tehát itt, amikor eljövök ide biliárdozni, úgyhogy csak lazán ütögetek egyedül AirPods fülbe, az is abban fog teljesedni, hogy ideges leszek, hogy valamit kihagyok, amit nem kellene. De én úgy gondolom, hogy valamiféle probléma megoldó képességet ez a biliárd ez ad. Tehát ezt úgy tudom kamatoztatni a tanuláson belül is, tehát jobban átlátja az ember a helyzetet, ezt úgy valahogy a való életben is át tudja szerintem helyezni az ember. Úgyhogy igazából mondom hobbi, de szerintem azért kicsit azért több is annál, de maradjuk a hobbinál. Annak ellenére, hogy nem gondolkozik abban, hogy komolyabb szinten üzze ezt a sportágat, ha versenyre nevez, azt véresen komolyan veszi. Bárki jön, lesz szeretném győzni, tehát ez az a cél. Tehát nem nagyon tudom félvállalva benne, hogy családtagok lennének, vagy csak itt tényleg ilyen haveri ütögetés lenne, akkor azt mondom, hogy egy-két hibát ugye ejtenék, nem is szándékosan, hogy kevésbé koncentrálnék, de most azért más a helyzet. Tehát itt neki lesz szeretnék győzni, eszembe jön. Úgyhogy így állok ezt hozzá. Amikor találkoztam Gáborral, akkor úgy elgondolkodtam rajta, hogy lehet jó lenne, hogy akár hozzájárni edzésekre, de azon, hogy a suli mellett nem fér bele, tehát én pályakerékpárt, én bringázom, országúti kerékpározom, tehát ugye azt csinálom még mindig azért kicsit komolyabban, most már azt is saját önerőből, tehát már nem járok edzésekre, de biliárd az egyetlen mondom, és szerintem ez így is lesz, hogy nem fogom nagyon-nagyon komoly szintre ezt felvinni, hanem mondom, ez csak az ilyen lájtos hobbis ütögetés, szerintem ezen a szinten meg fogok vele állni. Az egyetemen nagyon komoly sportélet folyik, és nem csak a sportolók között. A sportiroda dolgozói épp ezért igyekszenek évről évre újabb ötletekkel előállni, és színesíteni a sportok palettáját.
Hát valamikor pár évvel ezelőtt megfogalmaztunk egy olyan célt, egy olyan politikát, hogy minden szemeszterbe behozunk valami új játékot, valami új sportágat, ami még esetleg nincs. Most eddig az elmúlt időszakban azért ilyen volt például a sakk is, mert most ez a harmadik versenyünk. Például ilyen volt a horgászverseny, ami ugye nem volt eddig, most tavasszal már két hete megtartottuk a második horgászversenyünket, és hát nyilvánvalóan nyitottak vagyunk mindenféle olyan versenyszám irányába, vagy sportág irányába, ami esetleg még nincs. Most tavasszal kitaláltuk a kollégiumi három tusát, ugyanis ugye egy 6 kollégium van a városban, ami egyetemistákat szállásoltak, meg az megélhetésüket, élhetésüket biztosítja, és ezeket a srácokat úgy biztos, hogy tudom, hogy jönnek különböző egyetemi rendezvényekre, de úgy, hogy kollégiumot képviseljenek is, egymással is sportoljanak, olyan még nem volt. És ezért három alkalommal az idei évben, most tavasszal volt egy három tusánk a Szalai kollégiumban, ott szintén volt sakk, és volt darts, mert ott van egy nagyon komoly darts készségünk, és volt a sörpong, amit egyébként szeretnek. Rengeteg lány nagyon jól játsza, meglepődtem. Aztán majd ősszel megyünk föl a régi polák kollégiumhoz, ott van ugye az asztali teniszbázis, ott lesz majd asztali tenisz, van focipálya, lesz majd foci, és van ugye egy ilyen strandrőplabda készültségünk, vagy felületünk, ez a három játék lesz majd, és szeptember végén, október elején pedig valahol ott a Balassa kollégium környékén fogjuk befejezni, az Orvostudományi Egyetemnek ott van ugye a sportcsarnoka, oda gondoltunk egy kicsit ilyen erőemeléses versenyszámot, gondoltunk oda még egy kosárlabdát, 3x3-at, és egy e-sportot, ami most egyre népszerűbb a hallgatók és a polgárok körébe, úgyhogy ez lesz most idénre, azt hiszem ez az újításunk, de természetesen nyitottak vagyunk, jár az agyunk mindenféle egyéb más próbákon, ötleteken, mert azt vettük észre, hogy nagyon-nagyon fogékonyak az egyetemisták a sportra. Egy fontos, hogy az legyen megszervezve, legyen minőségi, akkor biztos, hogy jönnek. A legjobbnak végül az este végére Berec Bence bizonyult. Ezzel a győzelemmel elmondhatja magáról, hogy ő lett a remekül megszervezett jóhangulatú első PTE biliárdbajnokság győztese. Thank you.